Gesztenyékből készültek díszek a táncházban szombaton. Ezzel vette kezdetét az idei évad. Többen is a Malom utcát választották szombaton este. Az Almádi család például azért, mert fontosnak tartják a hagyományok megőrzését. Arra gondoltunk, hogy hát, ha így a gyerekek megismerkedhetnek a néptánccal, és a jövőre nézve esetleg kedvet kapnak arra, hogy folytassák a népi hagyományainknak a gyakorlását. A táncházban az alkalmakhoz illő kézműves foglalkozásokkal, népi gyermekjátszókkal, tánctanítással és zenés táncos mulatsággal várják a családokat. Egy új elemmel bővült a repertoár, Csikóbában robhatják a gyerekek. Alba Régió Művészeti Iskolának a csoportjai, a házigazdája egy órán keresztül a táncháznak, és a gyerek játszónál egy kicsit idősebb korosztályt megszólítva vonjuk olyan kicsit már komolyabb táncokba be a gyerekeket, ami mégse felnőtt táncház, de nem is a gyerek játszó, hanem a kettő között. Játékokkal, különböző olyan egyszerűbb táncokkal, tánctanítással, amivel igazából a szülőket is beszoktuk tudni vonzani. Az Alba Régia Tánc Egyesület a Malom utcai táncházban hónapról hónapra megrendezi hagyományos táncházait. A program során az egész család találhat magának megfelelő elfoglaltságot.